Több ezren tüntettek vasárnap Brüsszelben a koronavírus szabályok enyhítéséért, miközben az európai kormányok szigorúbb intézkedéseket fontolgatnak az Omikron variáns terjedése miatt. A demonstráció több kisebb atrocitást leszámítva békés volt. A városon átvonuló körülbelül 5000 fős tömeg a szabadságot és az oltásdiktatúra megszüntetését követelte. Teljesen abszurd ez a válságkezelés, ami sérti a szabadságjogokat, és ami egy kínai típusú rendszer felé halad, ha hagyjuk, hogy ez megtörténjen. Nem az oltásról vagy az oltás hiányáról van szó, hanem az emberekről és a szabadság választásáról. A válság kezelésének az egészséget kell középpontba állítania, nem pedig a pénzügyi érdekeket vagy a politikusokat, mondja egy tüntető. A rendőrség szerint 6000 ember gyűlt össze Innsbruckban, hogy tiltakozzanak a Covid intézkedések és a kötelező védőoltás ellen. Hozzájuk csatlakozott Herbert Kickl, az ellenzéki szabadságpárt vezetője. Ez az összejövetel a mi újévi koncertünk a szabadságért. Ez az összejövetel egy tiroli újévi szabadságkoncert világos üzenettel. Ez az üzenet a következő. Nem fogtok megtörni minket, mert ennek a szélhámos kormánynak minden hülyesége csak erősíti az ellenállásunkat. A kötelező védőoltás ellenzői Prága központjában is tüntettek. A felszólalók kétségbe vonták az oltások, különösen a gyerekeknek szánt vakcinák, illetve a maszkviselés hatékonyságát.